A keleti lihogó a madarak krízisszállója, ahol bűvös rejtéként nem fagyott be a víz a legnagyobb hidegben sem. Hattyúk, récék gyűltek az életet jelentő légköré, a lelkes keletis közösség pedig eteti a szárnyasokat. Úgy tűnik, idén tényleg tél van, mínusz sok fok, némi hóval, befagyott vizek mindenhol. A madarak mégsem pánikolnak. Megtalálják az egyetlen olyan vízfelületet, ahol senki nem tudja pontosan miért, de nem fagyott be a víz a legnagyobb hidegben sem. Látjuk, hogy több kilométer szakaszon ez az egyetlen olyan szobányi nyílt vízfelület, ahol tényleg nem fagy be a víz. Hogy miért maradt ez így, ez ugye valószínűleg valamiféle ilyen beáramlás lehet itt vala a környéken, vagy itt valamilyen a mederben van egy olyan tereptárgy, ami egy kicsit megfelgyorsítja a vizet, és hát hozzáteszem, hogy a madarak birtokba vesznek egy ilyen kis vízfelületet, akkor egy bizonyos szint után már ők sem hagyják befagyni, állandóan úsznak rajta körbe-körbe, ugye mozgásban tartják a vizet, sőt, a jégnek a szélét csipkedik, tehát amennyit fagy éjszaka, az szinte visszacsipkedik, számukra ez nem csak ilyen praktikum, hanem tulajdonképpen így isznak a madarak. A lihogó, ahogy a hortobágyiak elnevezték, az ilyen típusú léket jelenleg egész csoport madárnak ad menedéket. Pillanatnyilag 12 bütykös hattyú, egy 30-40 példány tőkését és egy kercerécét találhatunk itt mögöttünk. Ebből legérdekesebb a kercerécé, amely tőlünk északra fordul csak elő. A telet olykor Magyarországon tölti, a be nem fagyó vizeknél folyók, illetve hogyha olyan a Balaton például, ott nagy számban meg tudjuk figyelni, de ilyen körülmények között, hogy így néhány méterről, ez egy egészen kuriózum. Nem is sokat látjuk, mert többet van víz alatt, mint víz fölött. Így van, ez a speciális életmódjából fakad, hiszen ő úgymond a bukórécéknek a társaságába tartozik, ez azt jelenti, hogy a táplálékát a víz alá bukva szerzi meg, és ugye hát akár a több percig is képes arra, hogy víz alatt tartózkodjon, a mederben élő kajlókat, csigákat, illetve vízinövényeket fogyasztja. A madarak állandó mozgásban vannak, a szakemberek a modern technika minden lehetséges eszközével próbálják figyelni őket. Tudjuk azt a különböző gyűrűzésekből, hogy a közép-európai állomány az időjárásnak megfelelően elmozdul. Hát ugye tapasztaljuk azt, hogy itt Kelet-Magyarországon, de egész Magyarország területén tényleg télies az időjárás, és ilyen GPS-es jeladóval ellátott madarak mozgását figyelve tudjuk azt, hogy tulajdonképpen Magyarország déli határai mentén, illetve attól is délebre Horvátország, illetve Szerbia területén található sok példány. A be nem fagyó Száva folyó és a Dráva az egyik kedvenc helyük. És hát itt még azért egy érdekesség is van, hiszen épp ma délelőtt kaptam egy lakossági bejelentést, miszerint kettő hattyú sétálgat az Elep-Nádudvari kövesúton. Úgyhogy kimentem, és ott lakosság segítségével befogtuk ezt a két példányt, amelynek ugye hát veszélynek voltak kitéve, hiszen az autóforgalom bármikor ugye hát végzetes veszélyt jelentett számukra. Úgyhogy megfogtuk, és ide hoztuk a többi példány közé, ahol nagyon jól érzik magukat, ahogy a képek is mutatják. Nem szóltak semmit ellene, hogy nyakon csiptétek őket? Hát nem tetszett nekik, de kellően határozottak voltunk, úgyhogy megfogtuk a szárnyát, megfogtuk a nyakát. Egy ilyen madár egyébként akár 8-10 kg-os is lehet, és ahogy így az ember kézbe veszi, éreztem, hogy nincsenek rossz kondícióban, tehát volt rajtuk zsírtartalék, és a mellcsontjuk ugye nem állt ki, tehát ugye ez így madarászok körében az elsődleges, hogy megvizsgálják a madárnak a kondícióját. A jó kondíció megtartásához a keletin kialakult egy madáretető közösség, és most a szakember azt is elmondja, hogyan tudunk legtöbbet segíteni a madaraknak a nagy hidegben. Lakóhely közelében találkozunk mondjuk récékkel, ludakkal, hattyúkkal, akkor nem követünk el akkor hibát, sőt mondhatjuk, hogy segítjük a madaraknak az áttelelési esélyeit, ha mondjuk egy kis kukorica, tehát szemes terménnyel, vagy valami zöldséggel segítjük őket. Nyilvánvalóan a madarak tökéletesen ki fogják választani számukra a legoptimálisabb táplálékot, tehát hogyha valaki kenyeret akar adni, az sem feltétlenül rossz, hiszen a hattyúnak olyan az emésztőrendszere, hogy a kenyeret is sikeresen feldolgozza, azonban nyilván az énekes madarak esetében a kenyér az inkább kerülendő táplálékforrás.
A kisebb madaraknak a napraforgó a kedvence, de a cinkék szeretik a szalonnabőrt is. S ha már a terített asztalnál tartunk, megfigyelhető, hogy a madaraknál is kialakult, kiharcolt sorrend van, aminek betartása erősen ajánlott. A hattyúk például etetés időben elég gyakran esnek egymás torkának. A récék pedig már párválasztási csatáikat is vívják. A récék gyönyörű nászulában vannak, tehát például a párválasztás és a különböző ilyen teritoriális viselkedés az már beindult a récefélléknél. Úgyhogy amikor látjuk azt, hogy két hím egymással verekszik, és ne adj Isten egy tojó van a közelébe, az egy már egyértelműen valamiféle udvarlási ceremónia, illetve hát tényleg valami hierarchia harc. A lihogó egyik rangidős főnöke az egyetlen gyűrűzött hattyú, aki a Dunántúlról érkezett. Attila azonban azt is elárulta, sok madár Lengyelországból repül hozzánk. A hattyúkon végzett gyűrűzések ugye kimutatták azt, hogy elsősorban a Kárpát-medencei hattyúállománynak a feldúsulása az Lengyelország irányából történt meg az elmúlt 10-15 évben. Bizonyára többen jártak a Balatonon, ahol tényleg minden strandon ott van egy-egy pár. Ezeknek egy része ugye tulajdonképpen lengyelországi expanzió, tehát terjeszkedésnek az eredménye. Ugye ez az expanzió ez folytatódik, tehát elsősorban ugye tőlünk délre is birtokba veszik most már a hattyúk a különböző alkalmas víztereket. Nem félnek a embertől, tehát akár egy városi tavakba is beköltöznek. És itt a mögöttünk lévő példányok között is találunk egy gyűrűs példányt. Ez, hogy ugye a színes gyűrű alapján könnyű azonosítani, és egy számítógépes adatbázisból lekérdezve az aratokat, tudom azt, hogy ezt 2015-ben jelölték a Velencei tavon, mint fióka, és abban az évben még többször megfigyelték ott a strand környékén, majd eltűnt, és ugye 2016. decemberében itt bukkant föl. Úgyhogy eljutattam az aratot a madárgyűrűzési központba, és így nagyon örültek neki, hiszen a madárnak tulajdonképpen egy év alatt nem sikerült semmiféle megfigyelését elvégezni, és így egy év után fölbukkant újra. Ez mindig a tudomány szempontjából is egy jó értékelhető eredmény.